Sziasztok, fiúk, lányok! Sokan kértétek tőlem, hogy segítsek beállítani nektek élőadást, és én úgy gondoltam, hogy most megmutatom ennek a menetét, kezdve azzal, hogy hogyan tölthetjük le ezt a programot, amivel az élőadásokat szoktam készíteni. Tehát elsőként van egy ilyen honlap, hogy obsproject.com, ide kell felmennetek. Ha itt jártok, akkor ugye erre lesz szükségre az OBS klasszikra, de menjetek ide a download fűre, és itt ugye Windows operációs rendszeren választjátok a klasszikot, és ezt választjátok, ezt az OBS és CLI Browser source-ot. Később ez még jól jöhet, úgyhogy ezért gondolnám, hogy ezt töltsétek le. Következőként, mielőtt belemerülnénk az OBS rejtelmeibe, azt kell kideríteni, milyen a feltöltési sebességetek. Ha ezt tudjátok, a lépést kihagyhatjátok, amennyiben nem, akkor érdemes felszaladgálnotok ide a speedtest.net oldalra, és itt a tesztet elindítani. Ezen én most nem fogok végigmenni, hiszen ismerem az internetemnek a lehetőségeit, viszont nektek mindenképpen ajánlom. Ott meg fog jelenni download és upload speed, nektek ez utóbbi upload speedet érdemes megjegyeznetek. És most, ha ezzel megvolnánk, bele is vághatunk az OBS alapbeállításainak a boncolgatásába. Tehát most, hogy megismertétek a feltöltésetek beállításait, jöhetnek az OBS beállítások. Itt vagytok, az OBS-t elindítjátok rendszergazdamódba, és erre kattintatok rá. Itt az általános fűben nem kell semmit csinálnotok. A lényeg, hogy ugye a nyelv magyar legyen, a kódolás már annál fontosabb. Itt a kódolót kiválaszthatjátok, ez az X264-es processzor általi kódolást jelent, a többi az videokártyák itt. Én a processzort javaslom a jobb minőség érdekében, viszont ez a legerőforrás igényesebb. Aztán itt van ez, hogy CBR használta, ezt is pipáljátok be. A CBR kitöltés szintén érdemes, és az egyéni puffer méretet is. Én az 5 megabites netemmel nagyjából ezt a 3200 kilobitet tudom tartani. Ha a ti neteteket ehhez képest skálázzátok, tehát ha például csak 4 megás netetek van, akkor legyen 2400, és így tovább, és így tovább. Azt az egy apróságot nem mondtam, hogy ahogy kiadja az eredményt nektek a speedtest, az megabitbe lesz. Tehát ha 1 megabit per szekundum, az itt az OBS-be 1024-et jelent maximális bitrátába. A 2 megabit, akkor 2048 a maximális, és így tovább. Szóval ehhez mérten állítsátok be, illetve ne 100%-ra használjátok ki az internetet, tehát ha 4 megabit, akkor nehogy 4096-on használjátok, mert meg fog szakadni, hanem érdemes sokkal lejjebb venni, hogy az internetednek a 60-70%-át használja legfeljebb, illetve nincs is nagyon értelme 3500 kilobit fölé menned, még akkor sem nagyon bika az interneted. Úgyhogy ezeket a beállításokat jól jegyezd meg te is. A puffer méretet is érdemes legalább annyira tenni, mint a bitrátát, esetleg egy picit lehet magasabban, én most ugyanazt állítom be. Az audio kódolásnál AAC-s legyen a kódolás, formátum 48 kHz, nekem azért, mert ennyit tud a mikrofonom, nektek csak egy mezei kis fülesbe épített van, akkor 44. Bitrát a 128 legyen, ugyanis a YouTube nem tud többet, a csatorna pedig lehet sztereo. Többi ez teljesen lényegtelen. Ezeket a beállításokat igen, módosítod. Utána az adásbeállítások, ez majd akkor lesz fontos, hogyha élőadást akartok kezdeményezni, mert a YouTube-on fogtok kapni ilyen elégési kulcsot, amit ide kell majd bemásolnotok. Itt igazából csak ennyi a lényeg, mielőtt elkezdenétek az élőadást. A videófűre kattintva állíthatjátok be a videóvezérlőt, illetve a felbontást. Az én felbontásom maradt a HD, mert én erre skáláztam, ugyanis HD-ba szoktam streamelni az internet miatt. Felbontást nem kell ez esetben csökkenteni, csak akkor, hogyha a monitorra kattintotok, ugyanis akkor Full HD-ra teszi, tehát arra a felbontásra, amin a monitorotok van, és akkor leskálázhatjátok mondjuk erre a HD-sra. De én nem ezt használom, hanem az egyedit. Most átírta nekem a beállításokat, de semmi gond, visszaírom. Az FPS szám nekem 60, mert annyit elbír az internet, mondjuk.
Nektek ezt 30-ra javasolnám a kezdetben. Abban az esetben 60-ra, ha legalább annyira gyorsan netetek, mint nekem. Tehát legalább 5 megabites a feltöltésetek, akkor lehet 60-at használni. Ellenkező esetben írjatok be inkább 30-at, én is átírom most erre. Tovább haladva az audión, igazából a hangeszközt beállítod, hogy honnan jön a hangod. Általában ilyen reeltek vagy hangszórók néven kell keresned. Míg a mikrofont ugye külön megtalálod remélhetőleg. És itt nincs is más dolgotok. Gyors billentyűk akkor fontosak, hogyha be akarjátok állítani, hogy mivel induljon a stream, miben állítsátok meg, de én ezeket ritkán használom egyelőre. A haladó szintén nagyon fontos, hogy itt igazodjatok el. Tehát az általános fülben a többszás optimalizálást pipáljátok be, így kihasználja több magot. A prioritás szintje legyen normál feletti, mert eléggé fontos, hogy kimenjen az internetre az a képadat, amit ti éppen játszatok. A pufferelési időt 700 millisekundumra állítsátok be, illetve gyors billentyűk használatát megengedi, ez is lehet. A videóban az X264 CPU beállítás legyen very fast. Itt tényleg very fast lehet, vagy e fölötti, ha nem bírja a very fastet a processzorotok. De faster fast meg ezek a lassabbak, ezek nagyon durva gépet igényelnek, nem is javaslom őket, mert nem jelentenek annyival jobb minőséget. A kódolási profil lehet main, igazából ez, erre nem jöttem rá, hogy nagyon mit jelent. A kulcsképkocka időzítése pedig 2 másodperc legyen, és a CFR használat legyen bepipálva. Itt semmi mást ne pipáljatok be, adjátok az egészet. Végén alkalmazzuk a dolgokat. Ez a quick sync-es, ez nem fontos, ez sem fontos most. Browser is van, itt is lehet buherálni, ez nektek bent van alapból, ha jól tudom, ha azt töltöttétek le, amit mondtam. Ezzel meg is volnának az alap beállítások. És akkor most nézzük azt, hogy hogy adhattok forrást, tehát hogy látszon egyáltalán a játék és a kép, amivel játszotok. Elsősorban a videórögzítő eszközt érdemes hozzáadnotok, tehát itt vagyunk a forrásoknál, jobb klik, hozzáadás, videórögzítő eszköz, itt beírsz egy nevet, kiválasztod a kamerádat, és itt továbbá finomhangolhatod azt. Majd ha leokészed, akkor be fog jönni egy kis ablakba, amit szabadon húzhatsz és méretezhetsz. Én most azért nem tudom megmutatni, mert most használja ez a másik OBS, hogy lássátok az arcom közben. Szóval itt tudjátok majd beállítani, és ide húzzátok mondjuk a sarokba. Ha ezzel megvagytok, akkor jöhet a játék felvétel, szintén jobb klik, hozzáadás, játék felvétel. Itt is megadjátok a nevét, és ha elindítjátok a játékot, akkor elvileg az alkalmazások listájából ki fogjátok tudni választani az adott játéknak az exéjét. Mindenképpen ezt válasszátok, okézzátok le, én most saját magamat látom, nagyon izgi. És ezt is szabadon tudjátok majd jelenetmódosítására kell nyomni, hogy tudjátok változtatni. Tehát szabadon tudjátok húzni az egészet, illetve kicsinyíteni is a kellő mértékig. És nagyjából ennyi szükséges ahhoz, hogy elkezdhessd ezt a dolgot. Most mélyebb boncolgatásokba nem fogok még inkább menni, tehát ilyen nagyon aprólékos beállításokba. De ha van rá igényetek és szeretnétek, akkor írjátok meg kommentben, és meglátom, mit tehetek egy esetleges folytatás érdekében. Ha élőadást szeretnétek kezdeményezni, akkor elsőként lépjetek be a YouTube csatornátokra. Itt rá kell kattintanotok a mondjuk a videókezelőre, és ha ez betölt szépen, akkor itt van egy ilyen fül, hogy élő közvetítés. Kattintsatok erre. Itt 2 opciótok van, a streamelés most annyira nem javaslom, nekem nem vált be. Érdemes eseménybe megcsinálnotok. Tehát itt ütemeztek egy új eseményt, beírtok egy címet, írtok ilyen hashtageket, leírást csináltok neki, és ti nyilvánosba teszitek, én most nem listázottba teszem, hogy csak bemutassam ezt a dolgot. Beírjátok, mi a játék neve, akkor itt, hogy reklámozza a promócióval, ezt is pipáljátok be. Illetve még itt van egy apró hozadék, stream optimalizálása, 2 opció van, alapból fél perces késést állít be neked a YouTube, de van lehetőséged, hogy ez csak 10 másodperc legyen, hogyha ezt itt átkattintod. Ez egy nagyon kis hasznos dolog,
Én nagyon szeretem, mert sokkal követhetőbb az adás, sokkal gyorsabban tudok reagálni arra, amit ti írtok. Itt még a bevételszerzést bekapcsolhatjátok, stb. És létrehozzátok az eseményt. Ha ez megtörtént, egy pillanat, akkor itt van az eseményed maga. Indexképet csinálhatsz hozzá, itt tudod betallózni, és akkor majd valamilyen képet beállítasz. Maradj itt az alapszintű feltöltésnél, a bitsűrűséget ugyebár itt tudod beállítani. Ez is egy jó támpont lehet, hogy te mit csinálj. Ugye én 720p-ben csinálom, így az 1500-4000 kilobit van beállítva. Ha 60 fps-be streamelsz, akkor ezt pipált ki, ha nem, akkor ne. Itt kapsz kódokat. Tehát ez a dinamikus vetítő szoba, ez az, ami neked nagyon fontos. Ezt kell szépen kimásolnod. És ez majd mindjárt megmutatom, hogy hova való. Most újra visszatérve az OBS-be, annyi a teendőd, hogy az adás beállításoknál, amit most kimásoltunk, ide illeszted be. Ctrl-V-t nyomsz. És akkor már bent is van. Ugyebár mivel YouTube-on streamelsz, livestream módot állítasz, YouTube gaminget. Ezt a Primary YouTube Inges Servers. Ha ez megvan, katt az alkalmazra, és akkor elvileg meg is vagy ezzel a dologgal. Következőleg a streamet kell elindítanod, itt benyomod a stream indítást, és elvileg hamarosan meg fog jelenni a stream a YouTube-on is. Itt visszatérünk ugyebár a YouTube-ra, és itt kattints az élő irányító központra. Itt, ha mindent jól csináltál, amit mondtam, a közvetítés állapotánál az kell lennie, hogy megfelelő, tehát jó. Ha rosszul állítottad be a bitrátát, nem lesz jó az egészségi állapot, tehát ilyen piros lesz, mindenféle hülyeséget fog írni, akkor csökkents a bitrátán. Itt ezzel, ha megvagy, kattints az előnézetre, itt mindjárt betölt neked, nagyjából egy 10-15 másodperc várakozás után nyomj F5-öt. F5-tel lefrissíted ezt az oldalt, kattints az előnézetre, és már is itt vagy. Elvileg ez fog kimenni élőbe. És akkor látod? Itt látod, amit az előbb csináltam. És ha rányomsz a közvetítés indítására, akkor ki fog menni a YouTube-ra a jel, és működni fog a dolog, ha minden jól csináltál. Leállítani szintén ugyanezen az oldalon közvetítés leállításával fogod tudni, vagy az OBS-ben a stream leállításával. Mindkettőt nyomd be, mert amíg itt nem kapcsolod ki, addig a cseten tudnak írni. Úgyhogy itt is kapcsolt ki, meg az OBS-ben is, ha kész vagy. És ha mindent jól csináltál, az alapokat elsajátítottad, te is fogsz tudni élőadást készíteni a YouTube-on. Remélem segítségetekre volt ez a kis videó. Köszi a figyelmet, srácok! Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, és ha kíváncsiak vagytok még bővebb lehetőségekre, akkor írjátok meg, légy szíves. Sziasztok!